Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket mai adásunkban, és szeretettel köszöntöm kedves vendégeimet, dr. Szabó Balázs, zenetörténész és a Sukorói Zenei Nyárnak művészeti vezetőjét, és Kardos Ábelt, lelkipásztort, a Sukorói Református Egyházközség lelkipásztorát. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek a mai műsorunkba. Köszönjük szépen a meghívást. És egy... Hát egy rejtett kincsről szeretnék én most beszélni, nem tudom hányan tudnak róla. Számomra eddig rejtett volt, mégpedig a Sukorói Zenei Nyár Fesztiválról, ami egy komoly zenei fesztivál sorozat, és immár a 13. éve megy ez a sorozat. Arról meséljetek kérlek, hogy egyáltalán az ötlet hogyan született, és hogyan indult ez az egész 13 évvel ezelőtt. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy beszélhetünk a sorozatunkról, aminek az eredete korábbra nyúlik vissza. Egyrészt, amikor még Lovasberényi lelkipásztor voltam, ott is szerveztem adventi zenés áhítatokat, és amikor Sukoróra kerültem 2006 nyarán, akkor ott láttam a templomnak az adottságait, az orgonának a lehetőségét, és Sukorón is voltak korábban, évtizedekkel korábban is már hangversenyek. Ez mind felbátorított arra, hogy 2007 nyarára meghirdettünk a környéken élőknek egy olyan hangversenyt, amin a római katolikus helybeli kántor és a helybeli református orgonista ketten adtak nekünk hangversenykoncertet, és ott még én olvastam fel néhány mondatot a művekről, a zeneszerzőkről, amit egy azóta már elhunyt hegedűs írt nekem. Ez volt az a főpróba, ami annyira jól sikerült, mert tele lett a templom, és mindenki lelkesen arra buzdított, hogy legyen folytatása, amivel kinőtt a sorozat, de rögtön az elején éreztem, hogy ez így egyedül nem fog menni, hanem kell keresnem olyan hozzáértő szakembert, aki beleteszi a zenei, szakmai részét a sorozatba, ami nélkül ez nem működhetne. És ezért aztán 2007 nyár végén találtam meg dr. Szabó Balázs tanárurat, éppen egy mesterkurzuson volt Gárdonyi professzorúrral, akkor hívtam fel telefonon, és rövid gondolkodás időt kért, utána pedig azt mondta, hogy szíves örömest vállalja a sorozat szervezésében a részvételt, és már 2008 nyarára ő szervezte meg az előadókat és a sorozatnak a folytatását, a gondolatívét és a zenei részét. Zenészként vagy zenében jártas emberként miért pont a templomban tartjátok ezt a... Hát, hogy miért pont ez a helyszín? Hát tulajdonképpen ez adott volt, amikor ez a bizonyos telefon érkezett, hiszen Sukorón nincs másik olyan épület, hát pontosabban akkor még nem volt, ahol egyáltalán szóba jöhetett volna a hangverseny rendezésnek akár csak a lehetősége is. Viszont a templom akusztikája kifogástalan, ugye az orgonája a lehetőségekhez képest nagyon jó állapotban volt, és ahogy nagy tisztelet úr említette az előbb, a 1980-as, 90-es években a Filharmoniának ott rendszeresen voltak hangversenyei. Tehát tulajdonképpen ennek volt egy hagyomány, hogy a Sukorói Református Műemlék Templom hangversenyeknek ad otthont. És ezt úgy gondolom, az is egy fontos szempont, hogy rögtön az elején ezt leszögeztük, hogy nem zenés áhítatokról, tehát nem liturgikus alkalmakról van szó, hanem hangversenyekről, és így adta magát az a lehetőség, hogy a régi helyszínen, de új tartalommal ez a, hát akkor még ugye sorozatnak nem gondoltuk, mert hát nem tudtuk, hogy mi lesz belőle, tehát hogy hangversenyek elindulhassanak, és hát hála Istennek ennek most már 13 éve, hogy sorozatról és fesztiválról és hát több, egyre több hangversenyről beszélhetünk. És maguk a meghívottak, amikor előzetesen egy picit beszélgettünk róla, akkor mondtatok, hogy ennek azért volt egy íve, ahogy eljutottunk a mostani művészekig, hogy ez hogyan alakult ki, kik voltak az elején, és aztán hogyan alakult ez így folyamában? Igen, hát az elején a 2008-as fesztiválon, és még a következő egy-két évben nyilván az első föllépők azok a
legkönnyebben elérhető muzsikusok voltak, akik mondjuk Székesfehérváron, ugye 10 km, 15 km-re van Sukorótól, tehát Székesfehérváron dolgoztak. Ugye én magam is ott tanítok a többek között a Székesfehérvári Herman László Zeneművészeti Szakgimnáziumban és zeneiskolában. Tehát az első föllépőink azok a kollégáim voltak a zeneiskolából, de játszott például a Fehérvári Zeneiskola általam vezetett Növendék vonós zenekara, a Muzika Bella vonós zenekar, föllépett az egyik Székesfehérvári gimnáziumnak a vegyes kara, és a következő körben pedig a barátok érkeztek, tehát zenész kollégák, akik pedig azzal a nagyon hát pozitív plusszal jelentek meg, hogy ha én hívtam egy zenész kollégámat, akinek a művészi kvalitásairól meg voltam győződve, hogy ő egy jó koncertet fog adni, ő hozott magával egy olyan másik művész kollégát, akit én esetleg nem ismertem. És ez a kör ez egyre nagyobb lett ezeken a személyes és kollegiális kapcsolatokon keresztül, és most már például az idei évben volt egy olyan föllépőnk, Vámosi Nagy Zsuzsa fuvola művésznő, akit néhány évvel ezelőtt Balogh Zsolt zongora művész barátom hozott el Sukoróra, és most ők már nem ketten együtt jöttek, hanem külön-külön érkeztek. Tehát egyre dagad ez a szereplőkör, és hát hála Istennek az utóbbi években jutottunk oda, hogy már jelentkeznek is művészek. Tehát akik szívesen föllépnének halván ennek a sorozatnak a hírét, és ennek az ismertségét követik. Tehát igazából egy természetes, lassú gyarapodás volt ez. Sokkal inkább, mint egy tervezett folyamat. Igen, erről beszéltünk, ugye a tudatosság hol jelenik meg, de én gondolom, hogy az a cél, hogy egy nagyon magas színvonalú, nívós művészeti élményt adjatok a közönségnek, ez rögtön ott volt a fejetekben, és hogy ennek megfelelően szerveztétek aztán. Ugye? Ezt jól gondolom. Igen. Én bennem régóta jelen van a minőség iránti vágy, és abban a környezetben is, ahol ugye egy kis faluról beszélünk, élünk, ott is fel szeretném és fel is kell mutatni a minőség lehetőségét, a szorgalomnak, a gyakorlásnak, a gyümölcseit, és mindezt megtaláljuk a fellépő művészeknél is. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy mind a kis hittanosaim közül többen például járnak a hangversenyekre, az ő családtagjaik, a környéken ők láthatják azt, hogy bár kicsi helyről van szó, egyszerűek a körülményeik, azért azt hozzá kell tennünk, de mégis megjelenik az a, én is azt merném mondani, a legmagasabb fokú minőség, amit példaként állhatunk eléjük, de egyébként én magam is nagyon sokat tanulok a jelenlévő fellépő művészektől a tekintetben is. Ami egyedülálló, egy sorozatot tekintve, hogy ez a közönség számára teljesen díjmentes a részvétel. Én nem is tudok, hogy egyáltalán van-e ilyen sorozat. Egy-egy koncertről hallunk, hogy erre van lehetőség, de én gondolom, hogy azért ennek vannak költségei. Kik a támogatóitok ebben? Mindenek előtt a Sukorói önkormányzatot említhetjük meg, hiszen egyrészt a jelenlegi polgármesterünk személyében is a kezdetektől támogatja a sorozatunkat. Amikor még nem volt polgármester, ott volt már az első előben tett hangversenyen is, és amióta pedig éreztük, hogy a tanár úr által előben tett kezdeteken túl fog nőni a meghívandók köre is, és honoráriumot is szeretnénk is adni, hiszen a megbecsülés egyik jele és formája. Az önkormányzathoz fordultunk támogatásért, és soha nem utasítottak el bennünket, tehát évről évre rendszeresen támogatnak minket, és amikor pedig még inkább felfelé ívelt a sorozatnak a lehetősége, akkor pedig a Nemzeti Kulturális Alaphoz fordultunk, és 2013 óta minden évben rendszeresen támogatják a sorozatunkat, amire nagyon nagy szükség van, csak egy példát hadd mondjak, Stanway orgonát kellett bérelnünk tavaly is zongora hangversenyre, idén is, ennek a bérleti díját nem lehetne kigazdálkodni az NKA támogatása nélkül semmiből. A repertoár hogyan alakul? Abban valamilyen módon te is tudod-e segíteni a zenészeket, hogy ne egy véletlenül mondjuk két ugyanolyan zenemű hangozzon el a koncerteken. Hogyan van ez? Hát tudom segíteni, de nem akarom. Mert pontosan ez lenne a Sukorónak az egyik vonzereje a kollégák számára is többek között, hogy nincsenek olyan megkötések, amelyek
Azzal tudok olyan sorozatokról, templomi hangversenyek kapcsán, ahol bizonyos zeneszerzők vagy bizonyos műfajok nem örömmel látott vendégek. Ez persze érthető is, hiszen azért mégiscsak megszentelt helyen zajlanak ezek a hangversenyek. Mi úgy próbáljuk ezt végezni, ezt a feladatunkat, és a szervezésben én úgy próbálom ezt irányítani, hogy a művészeink minél kevesebb megkötöttséggel találkozzanak, pontosan azért, hogy adott esetben kipróbálhassanak olyan műsorokat, amelyre máshol nem nincs lehetőség. És mint gyakorló zenész magam is tudom, hogy sokkal szívesebben játszik az ember, hogyha maga dönthet a repertoár felől, mint hogyha ilyen-olyan amolyan megkötöttségek, vagy előírások, vagy elvárások merednek eléjük. És úgy gondolom az elmúlt években ebből nem is volt soha probléma, mert mindenki érzi, hogy mi az a határ, ameddig egy templomi hangversenyen el lehet menni. Ugyanakkor szoktam mondani a sukorai közönségnek, hogy ez egy hegy tetején áll ez a templom, most te is láttad már, volt alkalmad, ugye nagy örömmel láttuk, hogy többször is megjelentél a koncerteken, tehát hogy ez egy nagyon jó hely, hogy az ember a horizontját tágítsa. És valóban itt a 16. századi unitárius hitvalló énekektől kezdve az elektronikával támogatott kortárs klarinét műig már nagyon sok minden fölcsendülhetett, és én azt gondolom, és úgy érzem, hogy a minőség az, annak mindig van egy üzenete. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen nemzetiségű és milyen műfajú műről van szó, hogyha az egy magas színvonalú zene, és azt úgy adják elő, hogy azt kell, akkor annak megvan az a mondjuk így tiszta üzenete, ami való egy ilyen templomi hangversenynek a keretei közé. Persze, azokkal a művészekkel, akikkel baráti viszonyban vagyok, megvitatjuk előtte, hogy mondjuk van-e esetleg valami olyan elképzelés, vagy ők ajánlanak műsorokat, és erről beszélünk, de megkötést, ha most már így fogalmazunk, egyet teszünk, lehetőleg 50 percnél több tiszta zene ne legyen. És azon belül szabadon mozoghatnak. Miért ne legyen több, mint 50 perc? Mert a konferenccel együtt, így 80-90 percig is fölmehet a hangversenynek az időtartama, és tekintettel kell lenni arra, hogy itt nem kényelmes székeken, hanem kemény padokban ülnek, és ugye, mivel műemléktemplom, ezért nem lehet például klímaberendezést beépíteni, tehát ezt így próbáljuk meg irányítani ezt a dolgot. Persze néha sikerül, néha nem, de az alap kiindulási pont az, hogy 50 perces zenei műsor, és a kommentárokkal, tapssal, ráadással együtt ez körülbelül 70-80 percbe fér bele. Mondtad a kommentárokat, és ugye hát valóban megtapasztaltam, már két alkalommal volt alkalmam ott lenni köztetek, hogy csak mondd el a nézőknek kérlek, hogy hogy épül fel akkor egy ilyen koncert. Tehát, hogy akkor van egy kommentár, ami miről is szól. Tehát, hogy hogyan, milyennek a struktúrája egy ilyen koncert. Igen, hát a liturgia az tökéletesen kialakult. Nagy tisztelet úr köszönti a közönséget. Utána én átveszem a szót, és röviden ismertetem a fölcsendülő műveket. Mindig egy-egy nagyobb kompozíció, vagy egy nagyobb blokk előtt pár gondolatot mondok az adott zeneszerzőről, az adott kompozícióról. Erről az volt a benyomásunk, hogy nagy igény van rá. Tehát általános zeneértésnek a színvonal sajnos az utóbbi évtizedekben lefele halad Magyarországon. Hát ez egy nyílt, nem titok ez, hát ezzel mindenki tisztában van. Tehát egyre nagyobb az igény arra, hogy a fölcsendülő művekről, akár a keletkezésükről, de mondjuk a bennük fölfedezendő érdekességekről egy szóbeli támogatást kapjon a közönség. Ugye én a hivatásomat tekintve zenetörténetet tanítok a Győri Széchenyi Egyetem művészeti karán elsősorban, de a Székesfehérvári Zeneművészeti Szakgimnáziumban is, tehát szabad így fogalmaznom, ez hazai pálya, vagy végül is a mindennapokban is ezt csinálom, amit Csukoron. És ez a plusz információ, bázis
úgy tűnik, hogy tényleg segítséget ad ahhoz, hogy jobban élvezzék a műveket. Az előbb említettem, hogy voltak itt nagyon komplikált, nehéz kortárs zenei darabok. Itt például kifejezetten előnyös is, hogyha van valami, amiben egy zeneileg nem annyira képzett hallgató bele tud kapaszkodni, és hát hála Istennek nálunk nem csak zeneileg nagyon képzett hallgatók vannak, hanem gyerekek is vannak, és az idősebb generációból is sokan megjelennek, akár távolabbi helyekről is, és valahogy sikerült kialakítani, úgy érzem, egy olyan kommunikációs csatornát, ahol ezek az információk tényleg a zenét segítik. De hát persze nem a kommentár a lényeg, hanem a művek a lényeg, és azok a művészek, akik ott ezt magas színvonalon interpretálják. Hát azért hadd szóljak közön, mert szóval a tanár úrnak a saját rajongó tábora is kialakult már az elmúlt hosszú évek során, mert nem csak az elhangzó információk, hanem az ő személyisége, a humora, ami utánozhatatlan, és amit ő elmond, az közvetlenül úgy hat a jelenlévőkre, ami én azt gondolom, hogy nagyban kiegészíti, kikerekíti az egész koncertet, és ezért aztán a honlapunkon is egy szerény honlapot működtetünk, el is helyezzük ezeket az elhangzott konferenszokat, sokszor talán poénok nélkül, de azért olvashatók az interneten. Igen, mindenféleképpen ez abszolút alátámasztom én is ezt az elhangzottakat, hogy a humor, a helyes és a helyén való humor ebben a komoly helyen, most akárhogy is egy templomban vagyunk, és ebben a komoly művekkel így az embert úgy feloldja, és olyan közvetlenné teszi, olyan otthonossá teszi a légkört. Tehát, hogy ez valóban nagy érzelmi hatása van. Ez egészen biztos, ezt tanúsíthatom. Az otthonossághoz, ha szabad hozzátenni, volt, hogy amikor a már több szemtelen gyermeke például letelepedtek a padok közé az urasztalához, hogy lássák a művészeket, mert a sorokból nem látták volna jól őket, ezért előre jöttek, és ott ücsörögtek, és kimentek megnézni a fagottot például, úgyhogy lehet összerakni, szétszedni, úgyhogy egész idáig elment ez a közvetlenség. A falu hogyan fogadja ezt, vagy hogy éli meg ezt, hogy ott van egy ilyen sorozat? Hát azt kell mondani, hogy vannak, akik nagyon örülnek a sorozatnak, és értékelik a zenei részét is. Vannak, akik örülnek a sorozatnak, mert Sukoró hírnevét öregbíti, és hát vannak azért, akik meg közömbösek maradnak, gondolom ez mindenhol máshol és majdnem mindennel így lenne, de a lényeg az, hogy mi úgy érezzük, hogy szinte a védjegyévé vált már Sukorónak is ez a sorozat, és fordítva is, erről is utalt már tanár úr, maga a helyszín, maga a falu, a panorámával bezárólag az olyan sok mindent hozzátesz a sorozat sikeréhez, ami nélkülözhetetlen, azt mondhatjuk. Itt viszont hadd vágjak én közbe. Ugye, én jártam Sukoron még a 90-es években pont ezeken az említett orgona hangversenyeken, egyszer magam is játszottam a sukorói templomba, és hát emlékszem, hogy nézett ki a falu akkor, és az elmúlt években valami döbbenetes fejlődésen ment keresztül, tehát akár csak a főtérre gondolunk, tehát a templomba való bejutás az egy nagyon-nagyon finom és elegáns környezeten keresztül történik most. Még annyit szeretnék hozzáfűzni már szakmai szempontból, hogy a csodálatos belső faborítás, ami önmagában megér egy sukorói kirándulást, az akusztikai viszonyokat egészen kiválóvá varázsolja. Tehát nagyon szívesen és örömmel játszanak a művészek is itt. A másik pedig, amiről csak mostanában gondolkodtam, hogy a közönség tulajdonképpen körbeüli a művészeket. Tehát egy más berendezésű templomban, ahol mondjuk a szentélyben játszanak az előadók, és a közönség a hátsó sorban már egyáltalán nem is látja őket, ez itt nem valósul meg, pont az ellenkezője valósul meg, és a művészek nagyon élvezik általában ezt az intim környezetet, ahogy minden irányból figyelő tekintetek segítik őket tulajdonképpen, hogy a maximális művészi teljesítményt elérjék. Szóval nagyon szerencsés ez az együttállás Sukoron. Tehát mind a külső, mind a belső viszonyok predesztinálják arra, hogy egy nagyon elmélyült és szép zenei eseménynek a szintere legyen. Ezt hadd tegyem hozzá, hogy a sorozat hosszú életűségéhez hozzátartozik, hogy a tér szép kialakításának a nehézségeivel is szembesült a közönség. Tehát amikor a térkőek még gúlákban álltak, és árkok szelték át a templom előtti teret, akkor is volt sorozatunk. A közönség átjött ezeken a lövészárkokon, és meglátogatta a hangversenyt. Hát türelmes volt, és megérte.
egyébként a létszám az hogyan alakul? Tehát mennyi a maximum férőhely a templomban? Egyrészt a látogatottság az fokozatosan nőtt. Tehát a kezdeti 100 alatti rendszeres hallgatói létszámhoz képest most legutóbb is 208-an voltunk jelen. Hát meg szoktam számolni, mert az Artisusnak be kell jelenteni a hangversenyeket és a műsort, a fellépőket, de a létszámot is. Mi úgy tapasztaltuk, hogy 230-ig tudjuk számolni a jelenlévőket, és akkor körülbelül tele is van a templom. Tehát, hogy akkor nem korlátlan, és nem flexibilisek a falak. Nem, sokszor a bejáratnál, a cintériumon is állt a hallgatóság, sőt nem egyszer, kívülről is hallgatták. Ez részben azért, mert már nem fértek be, részben azért, mert például kisgyermekesek, tehát babakocsin, karon ülő kisgyerekekkel is a két kiárat előtt állva hallgatták a felnőttek, ami bent történik. Persze, hát nem flexibilisek a falak, de ugyanakkor azért van hova fejlődni még így is, mert nekem nagy álmom, hogy minden koncerten 230-an legyenek. Ezt folyamatos lassú emelkedéssel közelítünk ehhez az álomhoz. Igen, mert hogy én egészen véletlenül tudtam meg, honnan? Hogy van ez a sorozat, tehát nem is látom, hogy valahol is hirdetnétek ezt a sorozatot, illetve tudom, hogy van neki egy honlapja most már, meg tudtam így utólag, de el is hangzott ez, hogy hát igen, örülünk, hogy hirdetjük, de mi van, ha többen jönnek, és nem tudnak bejönni a templomba, és nem tudnak leülni, ugye az is ez egy új helyzetet hozna, de lehet, hogy az a fejlődés útja, mert ugye a mai világban már vannak kivetítők, vannak hangszórók, tehát hogy lehet, hogy errefele is lehet majd esetleg a jövőben nyitni. A zenészek, ugye mondtad, hogy már van, aki önként jelentkezik, de ide eljönni, meghívnak, szeretnek téged, jó barátok, hallják már a hírét, de hát azért mégiscsak el kell jönni, mégis a Carnegie Hallba jönnek, bár lehet, hogy van olyan művész, aki ott is játszik, olyan zenemű az biztos, hogy volt, amit ott is előadtak, de lehet, hogy művész is van, tehát komoly ismert művészek jönnek ide valóban. Biztos van bennünk egy pici félsz azért, hogy majd mi lesz itt, mit mondanak utólag? Mindenkinek nagyon pozitív a visszajelzése, és tényleg vezetek egy statisztikát a föllépő művészekről, tehát általában visszajáró vendégekről van szó, tehát minden évben van olyan, aki már játszott itt, és minden évben van olyan, aki még nem játszott, de játszani fog. Tehát ez egy nagyon természetes folyamatnak élem én ezt meg. És nagyon örülök annak, hogy a kollégáktól soha nem hallok negatív visszajelzést, sem a közönségre, sem a körülményekre. Természetesen ők is tisztában vannak azzal, hogy itt milyen infrastruktúrális viszonyok fogadják őket, de itt meg hadd mondjam azt a kedves nézőknek, a zenész lélektan azért érdekes, hogyha egy muzsikus szembe találja magát 200 figyelő emberrel, akiknek előadhat egy olyan műsort, amit ő maga válogat össze. Ő készül föl rá, és a saját tetszése szerint alakítja azt az anyagot. Ez sokkal többet számít ilyen színvonalú művészeknél is, mint az, hogy mennyit fizetnek, vagy hogy van-e öltöző, vagy hogy... Mert ők nagyon sok helyen játszanak, nagyon sok pénzért, de nem ilyen közönségnek. Hát itt olyan vastaps volt most. Igen, és ez őket földobja, hogy itt figyelik azt, amit ők csinálnak, és hogy ők kifejthetik szabadon a gondolataikat, már úgy értem a hangszeren, de például Déri György cselló művész kollégám, aki az első hangversenyt tartotta az idei sorozatunkban, egy fantasztikus kommentárral készült, megírta a konferanszot, ami szinte már hogy szépirodalmi igényen fogalmazta meg Bachról és Popperről a gondolatait. Hát például egy Carnegie Hallban nem biztos, hogy ezt előadhatná. És ő pont mondta, hogy neki ez akkora élmény volt, és direkt a mi kedvünkért állította össze ezt a programot, amit itt adott elő, és ugye láthattad, hogy fejből játszotta végig azt a hatalmas műsort. Tehát ő nekik ez nem pénzkérdés elsősorban, hanem inkább a szellemi kihívást látják benne, legalábbis én így érzem, és azt, hogy itt valóban egy olyan közeg fogadja őket, amely odafigyel arra, amit ők csinálnak. És ez sokkal fontosabb. Pénzért nagyon sok helyen lehet koncertezni, de ezért az élményért. És én is voltam már úgy, hogy amikor nagyon szép fizetésért játszottam 20 embernek, és az milyen borzalmas élmény volt már.
Igen, azért is mondtam, hogy ez egy kis csoda. Bizony, ezt hadd tegyem hozzá, hogy volt olyan művészünk, aki könnyezett, amikor kijöttünk a templomból, és az egyszerű pogácsával üdvözlővel megkínáltuk, és mikor elmentek, japán hölgy, többször is voltak már külföldiek egész messzire, más földrészekről is, és a sukrói sötétedésben, hogy távozott, ő könnyezett, hogy milyen szép volt itt lenni. Ugyanakkor én hozzátenném azt, hogy szintén a művészektől tanulok az alázatosság terén is, mert az én szememben azért ahhoz kell bizonyos művészi vagy emberi alázat, hogy valóban valaki fellépjen májusban a Zeneakadémián, augusztusban a Sánkhájban, és a kettő között júliusban meg Sukoron is fellépjen. Igen, és hát milyen szerencsések vagyunk, hogy ezt mi meghallhatjuk. És mivel sajnos az időnk a végéhez érkezett, nagyon fontos információt mindenféleképpen mondjunk el, mert ez a beszélgetés még úgy megy adásba, hogy még az utolsó, a koncertsorozat utolsó koncertjére az utolsót fogják tudni elérni. Az ugye augusztus 10-én lesz 19 órakor, és Rumi Balázs klarinét művész és barátai Mozart estet fognak adni. Úgyhogy ha tudjuk, hogy nem tágíthatók a templomnak a falai, de akkor nagyon reméljük, hogy tele lesz teltházba, legalább az a 230, vagy mennyit mondtál, tanár úr, azt hiszem annyit, hogy az legalább ott lesz ezen a záró koncerten. Igen, még annyit teszünk hozzá, vagy tennénk hozzá, hogy a nagytisztelet úr minden koncert előtt azoknak, akik az e-mail címüket megadják, nem is tudom, most 1800 több címre küldjük el, tehát tulajdonképpen azért nem mondhatjuk, hogy ez teljesen titokban maradt, de van itt egy nagyon materiális vonzerő is, ugyanis az utolsó koncert után a Sukorai Borbarátok jóvoltából világhírű borkóstoló van, és ez külön is úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy kulináris élvezet, úgyhogy a zenei élvezet után Mozart két fúvós szerenádját, ennél nincs följebb a zenetörténetben, és utána egy sukorói borkóstoló. Hát, hogyha ez nem hívja meg a közönséget, akkor nem tudom, mi hívja meg. Hát reméljük, hogy várunk mindenkit szeretettel. Szeretettel várunk, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok, tényleg sajnos lejárt az időnk, és köszönjük szépen nézőinknek is a figyelmet, viszontlátásra.